A Kodokan judónak Ázsiában egyeteme van, itt közel 100 kisgyereket tanít rá. Mit jelent ez nekik? Az én szememben azt jelenti, hogy egy nagyon emberséges önvédelmi harci technika mellett, és itt most a fizikai önvédelemre gondolok, pszichikai önvédelemre is szert tehetnek. A gyerek társadalomban rengeteg stressz helyzet fordul elő, ugyanúgy, mint a felnőtt társadalmakban. De legalább ilyen fontos az is, hogy a felhívó jellegét a gyerek levetőzze, ha van neki ilyen, és elég sűrűn előfordul, hiszen ez legtöbbször kivált egy csúfolódást, ami megelőzi az agressziót. Ázsiában tornaóra anyaga vasfegyelmet követel. Itt vasfegyelemnek nyoma sincs, inkább csak játékos hangulatnak. Van erre egyáltalán szükség? Igen, hát Japánban valóban a testnevelési óra anyaga a judo. A vasfegyelmet pedig azért nem akarom alkalmazni tudatosan az edzéseimen, vagy mondjuk így az erős fegyelmet, mert a gyerek koncentráló készsége nagyon megsínyleni. A gyerek éppen azért, mert gyerek a játékot igényli, ezen keresztül szeretném megközelíteni a mozgásanyagot is, és nem csak a fizikai, hanem a pszichikai önvédelemmel kapcsolatos ismereteket is. És az a gyerek, amelyik szereti azt, amit csinál, játékosan megéli, általában nem is fegyelmezetlen, mert a figyelem meg a fegyelem az kapcsolódik egymáshoz. Vannak de ritkán fegyelmezési vagy figyelmezési gondok, de általában akkor én azt hiszem, én magam is hibát követek el, tehát egy kis önkontrollal ezt helyre lehet tenni. Na most, ha van a gyereknek egy erőszak ideál, az edző, arra odafigyel, de ha otthon az apukája, anyukája kezdi ezt elmondani, akkor szokták a szülők azt mondani, hogy falra hány borsó. Tehát a közlésmód nagyon nehéz. Ma sem tudom még pontosan, hogy mi a helyes, és minden módszerrel ma sem vagyok tisztában, de úgy nyomelemekben már vannak támpontok ezen a területen. Ön szakedző, a szakedzők általában és sportolókat nevelnek, ön mégis 100 gyereket oktat e helyett. Miért teszi? Meggyőződéses amatőr sportpárti vagyok. Az előéletem is kapcsolódott az esti iskolák, stb. Leterhelés miatt. Az én szememben 90 gyerek többet ér, mint 5 élsportoló, akiket természetesen nagyon becsülök, de én nagyon büszke vagyok arra, hogyha 90 gyereknek örömet tudok szerezni. És jöhet az integetés.